Sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt. Örülök, hogy ennyien összejöttetek, és annak is örülök, hogy mégiscsak sikerült megrendezni ezt az első fordulót. Mindamellett szeretném Zsoltiéknak megköszönni ezt a munkát, illetve Feriéknek is, hogy adták a lehetőséget. Én nagyon sikeres versenyzést kívánok mindenkinek. Legyen szép napotok, és nőjetek ügyesen! Hölgyeim és uraim, kedves fiatalok, nagy tisztelettel köszöntelek benneteket itt Mezőberényben. Imádom a sportot, látszik is rajtam, hogy sportos alkat vagyok, de a sportolókat is, azokat, akik jó értelemben megszállottként űzik a saját maguk által választott sportágat. Hogy milyen példákat tudok mondani, nem a labdarúgást fogom hozni, hanem azt a néhány évvel ezelőtt Mezőberényben járt íjászt, aki Szentesről kerékpárral jött el ide Mezőberénybe, végigjárta a 16 célt gátról le, gátról föl, tehát azért az is egy húzós tétel volt, és utána kerékpárra ment vissza Szentesre. Tehát ezt a megszállottságot imádom a sportolókban, és köszönöm nektek, hogy Mezőberénybe eljöttetek erre a rendezvényre. Mi nagyon nagy szeretettel vártunk benneteket ide. Mind a házigazda, mind a egyesület, mint pedig azok az íjászok, akik egyébként is nap mint nap űzik ezt a sportot. Kívánom nektek, hogy nagyon szép napotok legyen, legalább így süssön a nap, nem biztos, hogy ennyire kell neki, de süssön a nap, ne legyen vihar, érezzétek jól magatokat, minden jót, mindenki nyerjen. Köszönjük. Első Headland Kupa névvel, ahogy említettem, első alkalommal kerül itt Mezőberényben megrendezésre egy, hát íjászverseny. Lehet így fogalmazni, miközben nem is akármilyen, valami versenysorozatnak a része ez. Egyrészt hogy került ez Mezőberénybe, és hát ugye a Headland, akkor ezek szerint a Headland Sportcsarnok Sportegyesület Artemis íjász szakosztályának jóvoltából került ez ide ez a verseny. Igen, hát ugye a szakosztályunk körülbelül 7 éve aktívan dolgozik. Idei évben lettünk a Magyar Íjász Szövetség tagja. Ezáltal lehetőségünk van szövetségi versenyeket rendezni, és felkérést kaptunk erre. Már igazából tavaly felkértek rá, ezért is indítottunk el mindent, hogy rendezzünk mi. Rengeteg versenyen indultunk, és a csapatunk igazából nagyon sokaknak tetszett, és pont ezért is kértek minket, hogy mi is rendezzünk versenyt. Na, hát mindjárt a csapatról is kérdezlek, ám először a versenyről, hogy akkor ezek szerint ez egy versenysorozatnak a része. Igen. És ez az első alkalom, hogy maga a sorozat elindul, ez az első vers. Éves szinten ez már több éve meg van rendezve. Egy évben a Dél-Afrikai Régió 3D vadászíjász versenysorozatának ez az első fordulója. Ebben az évben még ezen kívül lesz 5, ami egy bajnokság egyben. És az összesített pontszám számít, és a végén a Dél-Afrikai Régió bajnoka lesz kihirdetve ezáltal a versenyen meglőtt eredmények alapján. Azért 3D-s gondolom, mert 3D-s tárgyakra fogtok lőni. Igen. Ez egy 3D-s vadászíjász verseny, tehát állatformájú célokra lövünk, ami próbált szinte teljesen élethű célokat jelenteni. Így került medve, őz, krokodil, cápa. Egy kicsit futurisztikus. Állatkert. Igen, de rengeteg fajta cél, tehát összesen 24 3D-s célt rendeztünk el itt a pálya területén. Különböző távolságokkal és különböző nehézségi fokokkal meglőhetők. Szerintem tetszeni fog. Hát az biztos, egyébként itt nagyon sok kategória is van, meg sok mindennel lehet lőni, ugye? Igen, tehát itt a mini kategóriától a veteránig mindenki jelen van, kategóriában pedig a tradicionális íjtól a vadászreflexen keresztül a csigás, irányzékos íjakig minden van, sőt, még számszerű íjakkal is benneveztek. Igen, ahol indul a mi nagy reménységünk Fehér Csabi, igaz, hogy ő az IASZ Egyesületnek a tagja, de hát remélhetőleg meg fogja nyerni. Egyébként hányan is, honnan érkeztek? Hát összesen úgy tudom, hogy 74 versenyző indult most el a pályára. Legfőképpen ugye a Dél-Afrikai régióból, tehát az itt közelünkben lévő összesen 3 megyéből csoportosultak ide most az íjászok erre az alkalomra. Hát gondolom, nagyon várták már azt, hogy kimozduljanak meg, hogy elinduljon a versenyszezon, nem tudom, ez az első versenyük. Igen, bár egy kicsit zsúfoltan is indult, mivel tegnap egy OB kvalifikációs versenyt rendeztek Sándorfalván, ott jóval nagyobb létszámmal, és emiatt is előfordulhat az, hogy nálunk egy kicsit kevesebben vannak, de szerintem az a 74 fő, meg bőven örülhetünk. Na hát akkor hagyj kérdezz. Ugye már említettem, hogy a Mezőberényi IASZ Egyesület is részt vesz ezen a versenyen, viszont hát természetes, hogy mivel ti szervezitek, az Artemis szakosztály is, IASZ szakosztály is. Ti hány versenyzővel képviseltetek magatokat, és hát mit kell tudnunk egyáltalán a szakosztályról, mert hát voltunk mi már pár évvel ezelőtt valamiféle bemutatón, de hát azért gondolom azóta sok minden történt veletek, mert ahogy mondtad, sok versenyre jártok. Igen.
Jelenleg a mostani versenyünkön 5 saját versenyzőt indítottunk, de a délföldi régiós versenysorozatot már évekkel ezelőtt is végiglőttük a tagjainkkal. Tehát nem volt eddig még olyan verseny, ahol szinte ne lett volna minden IASZUNK dobogós. Akkor ez mondjuk, ha fogalmazunk, hogy akkor most is nagy reményekkel vágtok neki ennek a versenynek? Igen. Hány, ugye 5-öt mondtál, 5 versenyzőt mondtál, ők mind fiatalok? Tehát a gimnazisták, gimnazistakorúak vagy hogy? Igen, ugye egyesületünk szakkört is tart a gimnáziumban, így legfőképpen onnan vannak a tagjaink is, körülbelül 30 fő a taglétszámunk, ennek egy olyan 70-80%-a gimnazistakorú diák. Csak azért kérdezem, mert rengeteg gimnazista tanárt is látok itt. Tehát ők a segítők, meg gondolom, akkor ők is a szakosztály tagjai. Igen, ők is csatlakoztak hozzánk segítőként, IASZ-ként, Bancsi Árpád tanár úr is, ő tradicionális íjjal lő, Almási Attila tanár úr, ő is tradicionális íjjal, ő versenyzik is most a pályán. Na, hát majd látjuk, hogy milyen eredmények születnek, viszont ha már egyszer eredmény, akkor ugye nagyon szép díjazásatok is van. Igen. Mivel ez az első nagyobb versenyünk, így az egyesület szponzora, a Headland felajánlotta azt, hogy Headland kupaként rendezzük meg ezt a versenyt, és így az ő támogatásukkal jöhetett ez létre, a gyönyörű szép kupák és érmek. Hát akkor jó idő az adott, és hát akkor lövöldözhetek minden irányba, aztán reméljük, hogy mezőbeli siker is születik majd a mai napon. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen, és szeretném megköszönni itt ezúton is a támogatóinknak, a Headland Magyarországnak, a Madarász Kft-nek, aki rendelkezésünkre bocsátotta ezt a területet, és mindenben támogat minket, a Hákobi Kft-nek, illetve a Mezőbeli Evangélikus Gimnáziumnak a rengeteg támogatást. És köszönjük még egyszer. Elkezdenénk akkor az eredményhirdetést. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. Örülünk, hogy ilyen szép számban összegyűltek ezen az első Headland kupán. Remélem, hogy eddig minden várakozásnak megfelelő volt az önök részéről is. Elégedettek voltak a versennyel, pályával, a helyjel, ahol voltunk. És reméljük, hogy majd akár jövőre láthatjuk még önöket újra vendégül. Akkor a helyezések most következnek. TRRB veterán kategóriában nőiben Tanács Éva első helyezés. Akkor oda is tudod akasztani, jó? Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Berbó felnőtt női kategóriába első helyezés Szabó Alexandra. Ha már Szabó Alexandrát szólítottátok, az elmúlt évben elért eredményei alapján regionális bajnoki címre jogosult. Sajnos éppen az az egyesület nem adta jó az eredményeit, amelyiknek a tagja. Utólag átadom neki azt a díjat, amire jogosult lett volna a Tóth-Pomlósi versenyen. Köszönöm szépen, Szabad. Ehhez meg majd kapsz egyet, ami regionális bajnoki címre jogosult. Felnőtt PBHB női kategóriában első helyezés Horváth Józsefné. Természetesen, csak hogy ne kelljen hajolva. Főleg, mert hatalmas vagyok. HU Mini női kategóriában első helyezés Kis Henrietta Kiara. PBHB ifi női kategóriában első helyezés Horváth Anna. PBHB veterán női kategóriában első helyezés Kovács Ibolya.
Férfi, CU felnőtt kategória, első helyezést ért el, Székely Eduard. BBHB mini férfi kategóriába Pintér Patrik első helyezés. BBHB kadett fiú kategóriába Kovács Máté első helyezés. CRB felnőtt férfi kategóriában első helyezés Fehér Csaba. TRRB fiatal felnőtt kategóriában férfiről van szó most is természetesen Bakos Máté első helyezés. TRRB mini kategóriában Alt Áron első helyezés. TRLB mini kategóriában Ifja Bence László első helyezés. HU veterán kategóriában első helyezés Székely Béla. TRRB ifi lány kategóriában második helyezést ért el Horváth Klára Csenge. Ebben a kategóriában első helyezést ért el Pénzes Emese. TRLB felnőtt férfi kategóriában második helyezés Vas Tibor. És Vas Tibor a tavalyi 3D versenysorozat összesített eredmény alapján összetett bajnoki második helyezést is elért, amit most átadok neki. Az első helyezett Bence László. TRRB veterán kategóriában Püski János második helyezés. És az első helyezést elérte Katona Ferenc. Következnek azok a kategóriák, amelyekben kupát is kapnak az első helyezést elérők. Egy kicsit eltérve a
megszokott rendtől úgy döntöttünk közösen a bíró úrnak az egyetértésével, hogy mindazon kategóriákban, ahol három vagy annál több nevező volt, ott a kupa kiosztásra fog kerülni. TRLB felnőtt női kategóriában harmadik helyezést ért el Altné Pál Szilvia. Második helyezés Törteli Anikó. Első helyezést ért el Vasné Köteles Anita. TRRB felnőtt női kategóriában harmadik helyezést ért el Ördög Tímea. Második helyezés Miklósiné Takács Nikolett. Első helyezést ért el Gajdos Orsolya. TRRB felnőtt férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Miklósi András. Második helyezést ért el Gál Balázs. Első helyezést ért el Melkvi Imre. BBHB veterán férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Kovács Mihály. Második helyezést ért el Nagy András. Thank you.
Első helyezés, Bábi Rudolf. H.U. felnőtt férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Bede Antal. Bede Antal esetleg. Akkor eltesszük. Második helyezést ért el Péli Sándor. Péli Sándor. Együtt jöttek. Elveszi Csabi. Első helyezést ért el Nádházi Attila Balázs. BB felnőtt férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Szabó László. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Második helyezést ért el Horváth Attila. Bocsi. Éppen beértünk. Első helyezés, Pálfi Mátyás. Hú, de magasabb olyan. Nagy ember, nagy. Életem első kupája. Köszönöm szépen. Vigyázzuk rá. TRRB ifi férfi kategóriában harmadik helyezést ért el Szabó Attila. Második helyezést ért el Gál Balázs Alex. És az első helyezett Alt Ákos. BBHB felnőtt férfi kategóriában harmadik helyezés Alt Miklós. Második helyezés Berta Norbert. Első helyezés Tóth József. Thank you.
Köszönöm. Köszönöm szépen. Végezetül szeretnénk még egy külön díjat átnyújtani, ami egyben, mondjuk így, hogy fair play díj is. Az ebben a kategóriában értékelendő, egy külön értékelendő úriember, mivel részt vett pályaépítésben, úgy gondolta, hogy nem lenne sportszerű, ha maga rendesen megmérettetés sem részt venne, értékelnénk, de mi szeretnénk megköszönni ezzel a kis medállal és ezzel az oklevél az ő segítségét, úgyhogy a legeslegjobb segítő kategóriában első helyezést érte el Faragó Csaba. Köszönjük szépen. Vége az eredményhirdetésnek? Ezzel igen. Jó. Szeretném a szervezők nevében megköszönni, hogy ennyien eljöttetek annak idején, hogy nem volt hűvös. Reméljük mindenki jól szórakozott. Találkozunk legközelebb. Jó utat!